készül a jégkása az egyik strand büféjében. Ez olyan termék, aminek a szabályos elkészítése speciális eszközöket és feltételeket igényel. A nem megfelelően hűtött frissítő nem csak nem fog ízleni a fogyasztónak, de egészségügyi problémákat is okozhat. Ezek elkerülése érdekében a Nébi rendszeresen ellenőrzi nyaranta a strandok és a tömegeket vonzó helyszínek vendéglátó egységeit. A június közepén kezdődött ellenőrzés sorozat első célterülete a Tiszató volt. A tiszatavi ellenőrzés során két esetben kellett csak eljárást indítanunk, 51 kg terméket vontak ki a kollégáim a forgalomból, ez egyértelműen egy kis mennyiség, tehát nem egy jelentős mennyiség, mindenképpen pozitívnak ítélhető meg, és azt mondhatjuk, hogy ezen a területen lévő vendéglátóegységben a fogyasztók biztonsággal és megfelelő minőségű, mennyiségű élelmiszereket, késztermékeket kapnak, ha oda látogatnak. A nyári szezonális ellenőrzés a vendéglátó egységek esetében egy komplex átvizsgálást jelent. Idén azonban nem csak a büféket és éttermeket vizsgálják a szakemberek. Megnézik magának a helynek a strukturális feltételeit, biztosítva van elegendő számú hűtőberendezés, ezek megfelelően működnek, megfelelő állapotban vannak-e, nézik a személyzetnek a személyi higiéniáját, rendelkeznek-e egészségügyi könyvvel, illetve megfelelő munkaruhával, védőruhával, és minden esetben megnézik azt, hogy az ott felelhető alapanyagok, félkész termékek nyomon követhetőek-e, az eredetüket tudják-e igazolni számlával, szállítólevéllel, illetve nézik azt is, hogy maga az ételkészítés folyamata, technológiája megfelelő és biztonságos-e a fogyasztók részére. Emellett azt is tudni kell, hogy nem csak a vendéglátóhelyeket ellenőrzik a kollégáim, hanem például ugye a nyári szezonban kiemelt ellenőrzési célpont számukra a görögdínje forgalmazás, akár az utak mentén, akár a piacokon, de a bevásárló központokban is megnézik, hogy a termékek eredete igazolható-e, megfelelő-e. Emellett idei évben egy külön területet kapott a macskáknak a külső élősködők elleni készítményeinek a vizsgálata, illetve a különböző helyeken például az alkoholos italoknak a laboratóriumi vizsgálatát is elvégzik a kollégáim, a Fröccs utcákban a különböző vendéglátóhelyeken kínált alkoholos italokat is vizsgáljuk. Az eredmények összességében pozitívak, és a tavalyi ellenőrzéshez képest javuló tendenciát mutatnak. Az ellenőrzött egységek eddig nagyrészt megfeleltek a szigorú élelmiszerhigiéniai előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat állapítottak meg a felügyelők. Nagyobb hiányosság vagy szabálysértés esetében azonban súlyos szankciókra lehet számítani. A bírságkiszabás az minden esetben egy képlet alapján történik, tehát nem a hatóság, nem hasraütésszerűen szabja ki a bírságokat. Itt azért látni kell, és azt mindig is hangsúlyozzuk, hogy nem elsődleges célunk a bírságolás, de ha olyan jogsértést követel egy vállalkozás, akkor számunkra kötelező kiszabni a bírságot, tehát nincs ilyen szempontból mérlegelési lehetőség. A bírság összege az 50 ezer forinttól akár több százmillióig is terjedhet, értelemszerűen vendéglátóhelyek esetében azért milliós nagyságrendű bírság szokott maximum előfordulni, illetve azt is tudni kell, hogyha nagyon súlyos higiéniai problémák vannak egy egységben, akkor a legsúlyosabb és a talán a legelrettentőbb szankció az, hogy azonnali hatállyal felfüggesztjük az egység működését mindaddig, amíg ki nem javítja a hibákat, és én úgy gondolom, hogy ez súlyosabb és elrettentőbb, mint az, hogy x millió forintot vagy pár százezer forintot bírságot szab ki a hatóság. Az ellenőrzés augusztus közepéig folytatódik. A következő hetekben elsősorban a Balaton környékén tartra az ilyet a Nébi, de a foci EB ideje alatt a szurkolói sátraknál is felbukkanhatnak ellenőrzés céljából. A nyára fesztiválozásról is szól, ezek a rendezvények és helyszínek sem kerülik el a szakemberek figyelmét. Nyár végéig gyakorlatilag bárhol lehet számítani ellenőrzésre, ahol nagyobb létszámú vendég fordul meg.